Szalagátfágással adták át a Zöldváros projekt fejlesztéseit Lajos Mizsén szombaton. A több mint 1,2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően megújult az iskolató és környéke, a városház tér, a tér és a piac. Baski András polgármester köszöntőjében azt mondta, amikor 2015-ben kikotorták az iskolatavat, akkor kezdett el a városvezetés azon gondolkodni, hogy hogyan tudna megújulni a környezete. Ekkor jelent meg 2016. januárjában a Zöldváros projekt pályázat, melyen 2017 nyarán nyertek is 860 millió forint Európai Uniós támogatást. Ehhez tett hozzá a kormány 128 millió forintot, Lajos Mize pedig 208 millió forintos saját forrást. A város vezetője részletezte a jövő terveit is. Kérdés most az, hogy hogyan tovább. Ebből a ciklusból még van két fejlesztésünk hátra, a színházterem és a bölcsöde befejezése átadása. Azonban már dolgozunk az újabb pályázatokon, új ciklus, új lehetőségek. Élhető városprojekt, központi részek felújításának folytatása, Kodály utca aszfaltozása, parkolóképítése a főút mellett, futópálya, pálya a gyerekeknek, egészségházfejlesztése, Rákóczi úti óvada építése. Elkészültek az új sportcsarnok aktuális tervei is, kiírásra kerülhet a közbeszerzés, és bízom benne, hogy kormányzati támogatásként hamarosan megépülhet majd a gyermekek, a sportolók és a lakosság örömére az új sportcsarnok, amire nagy szükségünk lenne már. Tehát van már új terv, feladat, amelyeket meg kell valósítani. Dolgozni fogunk azon, hogy így is legyen. Addig is örüljünk, az elkészült beruházásoknak, használjuk azokat, vigyázzunk rájuk szeretettel. Rideg László, a bács megyei közgyűlés elnöke elmondta, a kormány úgy döntött, hogy a megyei önkormányzatokra bíz egy jelentős összeget, hogy abból a helyi települések fejlesztéseit tudják támogatni. Bács-Kiskó megye 63 milliárdot kapott. Ez a pénz kimondottan csak közösségi létesítményekre, csak a települések számára felhasználható keret volt, tehát a vállalkozások és a többiek ebben nem tudtak részt venni. Csupán a települések. A koordináció miből állt? Hát abból, hogy a megyei közgyűlés úgy döntött, hogy ebből a pénzből a megye valamennyi területén fog fejlesztéseket létrehozni, mind a 119 településen. A megyében 600 ilyen projektet, mint amelyen át vagyunk most, vagy ehhez hasonlót sikerült megvalósítani. Tessék belengondolni, nem 6-ról és 60 darabról van szó, hanem 600-ról. Tehát ha jár valaki kerek egyházán, szintúgy találkozhat jó néhány fejlesztéssel, de bármelyik települést mondhatom megyébe, Mindenütt rengeteg fejlesztés volt. Természetesen ebbe ugyanúgy voltak a kovodák, bölcsödék, kerékpárutak, ipari területek fejlesztése, mint ahogy csatornázás és energetikai korszerűsítés, és még nagyon sok minden. De gondoljuk meg, ez 600 dolog volt, és ez csupán a településeket érintette, a települések közösségi dolgait. Lajos Mizsére miután ez a 63 milliárd forint, ez másfélszer annyira nőtt az elmúlt évek során, 2 milliárd forint értékű fejlesztés érkezett. Ami pedig a folytatást illeti, az elnök elmondta, Brüsszelben még nem fogadták el a magyarországi operatív programokat, de hazánk kormánya úgy döntött, hogy megelőlegezi ezeket az összegeket. Ennek eredményeként a megyei közgyűlés már 53 új projektet támogatott, néhány nap kérdése, és mintegy 11 milliárdnyi beruházás kap zöld utat több településen, köztük Lajos Mizsén is. Dr. Salac László országgyűlési képviselő elmondta, amikor Lajos Mizsén jár, akkor az jut eszébe, hogy a város kecskemét árnyékából kitörve a választó kerületének egyik legjelentősebb településévé vált. A gazdaság, a gyermeknevelés, helyszínei, a bölcsödék, ovodák, a minőségi iskola, a közigazgatás egy településen koncentrálódik. Lajos-Mizsa Nimbuszát továbbjavítja a négy közterületet is érintő zöldváros projekt, melynek valamennyi helyszínét bármely svájci kisváros is megirigyelhetné. A város jelentős gazdasági erővel rendelkezik, a közelmúlt gazdaságpolitikájának köszönhetően számos komoly vállalat telepedett meg a térségben, mely újabb és újabb beruházásokat ösztönöz. Az infrastruktúrális beruházások sem álltak le, mint a Lajos Mizétől a Ladánybenei elágazásig terjedő útszakasz, mely az egyik fő ígéretem volt a helyieknek. Ebbe a sorba illeszkedik a nagyköröst és Lajos mizsét összekötő út felújítása is. Mindezek eredményezték, hogy számos új munkahely jött létre, melyeket minőségi utakon lehet megközelíteni, és aki dolgozni szeretne, annak van lehetősége. Korvács Sándor projektvezető részletezte a rendezvényen a fejlesztéseket, így beszámolt arról is, hogy sikerült felújítani a piacot. A városi piac felújítása szintén egy nagyon régóta várt beruházás volt. Sikerült felújítani a ruhapiacon az összes elárusító pavilont. Az eddigi földes saras burkolat helyett egy stabilizált murvás burkolat készült el ezen a területen. Új vizes blokkok épültek, és a piac irányításához kapcsolódó kiszolgáló irodai épület is elkészült. Több mint 40 férőhelyes parkoló került kiépítésre a vasút felőle területen, és egy több mint 500 négyzetméteres piaszcsarnok is létesült. Az iskolató, ahol most jelenleg is vagyunk, teljes megújításon, vadonatúj funkciókkal bővült. Közvilágítást építettünk ki a területen, megépültek a térkövezett sétányok, pihenőrészek, piknikező terület, fitnesseszközök kerültek kihelyezésre, és létesült egy új játszótér is. A szabadság téren megújult az összes emlékmű, kialakítottak egy Lajos Mizse történelmét bemutató kerámia plakett sorozatot, illetve egy városi emlékművet. A turul szobor új helyére került, valamint az elesett lengyel pilóták emlékműve is itt található ezen a téren, amely új köntöst kapott. Az út túloldalán korszerűsítették a bicikliutakat, az utcabútorokat, és újak a buszmegállók is. A tó környéke mostanra már körbesétálható, körbefutható az egész terület, és szívesen használják az új szabadtéri kondieszközöket is. A közösségi tér része a kis színpad, valamint egy több részből álló kiülős terület is. A hét és fél hektáros területen kialakítottak egy ökosétányt is. Ezek a stégek azért épültek, hogy a vízes élőhelyet bemutassák a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. A stégeken található táblákon bemutatják a terület állat és növényvilágát. Ezeket a táblákat a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársaival közösen készítette el a város.